Kivirágzott Sopron, színes árvácskák és tulipánok díszítik a várost. Láthatjuk őket például a parkokban és a körforgalmakban is. Májusban tovább folytatódik a virágosítás, közel 110 ezer palántát ültetnek el a Sopron Holding munkatársai. A mai mozaikban tehát virágos témáról lesz szó. Köszöntöm a Sopron Televízió nézőit, és köszöntöm mai vendégemet, Nagy Zsoltot, a Sopron Holding ZRT vezérigazgatóját. Én is köszöntöm a televízió nézőket. Igazgató úr, mikor kezdték a munkát, hogy most ilyen szép, virágos legyen a város? Hát ha teljesen őszinte akarok lenni, akkor a munkát már tavaly júniusban a tervezéssel kezdtük, aztán utána az anyagmegrendelés és ugye a jelenlegi látható virágosítás, ez október közepe tájékán került a földbe, és hát ugye ilyenkor tavasszal, tehát áprilisban úgymond robban. Milyen szempontok alapján állították össze ezt a képet? Hát többféle szakmai szempontunk van. Figyelembe vesszük az adott területnek a műemléki környezetét, tehát az épített környezetet. Aztán például ilyeneket, hogy van-e öntözőrendszer az adott területen, vagy nagyon széljárta-e a terület, és nem utolsó sorban a színharmóniát is. A színharmónia esetében mire figyelnek, vagy hányféle színű virágot ültettek például? Hát idén közel több mint 30 tulipán árnyalat látható Sopronba, és árvácskából is mintegy 15 fajta sorozat, különböző. Nyilván érdeklődő kertbarátok, ők vizslatják ezeket, úgymond. És hát egy színkör, ugyanúgy, mint a művészek, színkör, színskála alapján dolgozunk. Ugye vannak olyan ágyások, amik komplementer, tehát kiegészítő jellegűek, de vannak olyanok, amik viszont a színskála szomszédos színeiből kerültek összeállításra. És ez évről évre változik is, ugye? Ez évről, persze, természetesen. Tehát egyrészt próbáljuk kombinálni, variálni, úgymond, az adott területen mindig más-más jelenjen meg, tehát ezt visszanézzük, illetve próbálunk a katalógusokból is az újdonság értékkel rendelkező virágokkal meglepni a soproni polgárságot, illetve hát az ide látogató turistákat is. Van önnek személyes kedvence? Van olyan körforgalom vagy parkrész, ami különösen tetszik? Hát ez egy jó kérdés. Én nekem személy szerint mindegyik, tehát nem lehet így különbséget tenni. Mindegyikben megtalálom a maga szépséget. Tehát a maga szépségét mindegyik ágyásban megtalálom. Most májusban folytatódnak a munkák, ugye mondtam ezt a 110 ezeres számot, hogy közel ennyi palántát fognak elültetni. Ezek milyen palánták? Ezek egynyári palánták lesznek elsősorban. Ugye körülbelül a munka úgy fog folytatódni, hogy várhatóan, hát időjárástól függően a tulipán levirágzik olyan 8-10 napon belül, és akkor körülbelül olyan május 8-a, 10-e környékén kezdjük ugye a cserét, tehát úgymond a cserét, és utána ugyanígy terv szerint haladunk végig a városon, és folytatjuk az egynyári virágpalánták kiültetését. Végül is akkor ez a munka így elhúzódik önöknek egész évben, nem? Tehát mindig a tervezés és így, a kivitelezés. Gyakorlatilag ez egy folytonos feladat, így is mondhatjuk. A maga az egynyári virágkiültetést azt olyan június legelejére, tehát május végére, június legelejére tervezzük befejezni. Aztán ezeket a növényeket majd ápolni, gondozni is kell. Gondolom különösen a nyári nagy meleg ad sok feladatot. Így van. Nagyon érdekes, hogy ahogy hát mondhatjuk azt, hogy klímaváltozás, ez egy divatos szó. Persze múlt században is voltak ilyen száraz nyári időszakok. Azért mindig fejtörést okoznak. Egyrészt öntözés, tápanyagellátás területén, aztán van egy érdekes jelenség, amit felületi ózonnak neveznek. Ugye az aszfalt közelébe az ózon felkoncentrálódik, és szélcsendes időben szinte megmarja a virágokat, tehát ez is egy szakmai különlegesség, ilyenekre is figyelni kell. Illetve hát nem utolsó sorban a kártevő kórokozók problémaköre is fokozottan jelentkezik az enyhébb időszakban. Ugye sok helyen van kiépített öntözőrendszer, más helyeken pedig kijárnak a munkatársaik és öntözik a virágokat. Mennyi vizet öntöznek el egy szezon alatt? Ezt lehet tudni? Ez egy jó kérdés. Ilyen statisztikával nem készültem. Azt tudom mondani, hogy a nyári időszakban az öntözőrendszerek napi szinten üzemelnek, tehát napi szinten igénylik az újra nedvesítést, főleg ugye a kitettebb területeken, és hát az öntözőkocsival is úgy próbáljuk beosztani a felületeket, hogy körülbelül olyan 2-3 naponta odaérjünk a újbóli ágyás öntözésre az adott területre. Ugye ez azt jelenti, mivel ilyenkor
a hétvégén is folyik a munka. Ez azt jelenti, hogy egy héten kétszer vagy háromszor azért az öntözés megtörténik. Mondhatjuk azt, hogy most már elvárás a soproniaktól, hogy mindig ilyen szép virágos legyen a város? Hát úgy érzem, hogy igen. Tehát egyrészt sok pozitív visszajelzést kapunk, mint városi szinten, mint országos szinten, és hát mondjuk ki őszintén, ez egy szívmelengető látvány, főleg így a tavaszi, vagyis a téli szürke időszak után, és ez valóban elvárássá vált az utóbbi 6-7 évben. Indítottunk, egyre bővültünk, egyre több ágyás és egyre színesebb ágyás került telepítésre, de hát ez a feladatunk részben természetesen. Mit tehetnek a lakosok azért, hogy megőrizzék ezeket a virágokat? Én úgy gondolom, az elmúlt, hát most már lassan, hát 18 éve itt dolgozom a városnál, hogy nagyon sokat fejlődött a hozzáállás a lakosságnak, illetve a polgárságnak. Egyrészt csökkenő félbe vannak az tehát az illegális eltulajdonítások, valamint a rongálások is szinte minimumra csökkentek. Tehát ezen a téren ugye ez az egyik legfontosabb, hogy a lakosság figyeljen oda a közpénzből és a közérdek címszóval telepített, létrehozott dolgainkra. Tehát ugye ez egy kardinális kérdés. A másik oldala pedig a kérdésnek megválaszolhatnám úgy, hogy hát nyilván ez egy olyan folyamat, hogy szokták, vagy szoktam mondani, hogy Darius kincsese lenne elég, tehát folytathatnánk ezt minden utcába, de most itt a lakosság tehet nagyon sokat, mert hát igazából a saját környezetét, illetve a saját házaelejét, balkonládáit, utcáról látható ablakait, ha diszíti, az már nekünk is egy siker, illetve hát az ide látogatók is egy pozitív benyomást kapnak. És akkor erre rímel az önkormányzat kezdeményezése, idén is meghirdették a környezetszépítési versenyt, amelyben önök is, mint zsűri, hogyha jól tudom, részt vesznek. Így van. Elmondjuk, hogy milyen kategóriákban lehet nevezni erre a versenyre. Ugye a kategóriák, tehát a versenyre úgy tudom június 8-áig lehet még nevezni. Ugye van egy intézményi kategóriája, ahol elsősorban a óvodák, iskolák, kulturális intézmények és egyéb, tehát intézmények nevezhetnek. Aztán van egy vállalati szféra, tehát ahol vendéglők, éttermek, nagyobb vállalatok is benevezhetnek. Itt az aktivitást innen is szeretném ösztönözni, főleg ugye a megújult várkerület kapcsán. Aztán ugye vannak lakossági kategóriák, ugye a lakóház udvar terület, ami elsősorban inkább a családi házas beépítettségre koncentrál, és társasházi kategóriánk is van, ahol egy közösség, ami tud nevezni, és nem utolsó sorban nem akartuk kihagyni azokat a lakosokat, akiknek hát nincs lehetősége nagyobb zöld felületet művelni, és ezért egy ilyen erkély, balkon, terasz kategória is megalapításra került az utóbbi 2-3 évben. Milyen tanácsot tudna adni a soproniaknak, akik neveznének erre a versenyre, hogy mire figyeljenek oda? Hát én az utóbbi időszakban általában részt vettem a szakmai zsűrűzésben. Tényleg itt is elmondható az, hogy egy folyamatos fejlődés és egyre igényesebb kompozíciókat, illetve zöld felületeket láttunk. Tehát azt tudom erre válaszolni, hogy mindenképpen aki nevezni akar, az vegye komolyan a nevezési szándékát, mert tényleg egyre szebb és egyre igényesebb zöld felületeket mutatnak meg nekünk. Tehát ez egy komoly verseny lett akkor az évek alatt. Igen, egyértelműen. A Sopron Holding feladatai között nagyon fontos a köztisztaságnak a megóvása is. Egy pár szót ejtsünk erről, és itt tavasszal melyek a legégetőbb munkák? Ugye itt élesen elkülönül a zöld felület gazdálkodás, illetve a közterület tisztításnak a feladat halmaza.
az előbbiről már beszéltünk. A közterület tisztításnál, ami állandó feladatot ad, főleg így a tavaszi időszakban, ugye a tél időszak alatt felgyülemlett siktalanítási anyag, illetve hát a sár egyéb utakról való összetakarítása. Aztán folyamatos feladat, ugye az, mi csak így szoktuk hívni, hogy repülő papírszemét gyűjtése, ugye ez a legnagyobb gond, hiszen ez akár aszfalton van, akár zöld felületen van, ez látszik, tehát, és ez egy emberigényes történet, hiszen minden egyes darabért utána kell menni, és a közterület tisztításban ugye a locsolás, seprés folyamatos, és majd az illegális hulladéklerakóknak a felszámolása is hát tervbe van véve. A játszóterek tisztítását azt már elkezdték, ugye a tél végén? Igen, hát a játszóterek, mivel ugye nagyon az elmúlt időszakban itt is egy rendkívüli fejlődés figyelhető meg, nagyon jól állunk most már az uniós játszóterek tekintetében, viszont ugye ez ennek a történetnek a hozománya az, hogy igényes eszközök vannak beépítve, viszont azokat már a szabványok, illetve a szabályok alapján csak csereszavatos alkatrészsel lehet cserélni, tehát ugye azért ennek költségvonzatai is vannak, és itt ez a karbantartás, főleg a tavaszi időszakban ez egy kiemelt feladat a részlegnek, mert ugye a legnagyobb igénybevétel ilyenkor képződik, amikor ugye kiszabadulnak a tél után a fiatalok, az óvodák, iskolák a közterületekre, a játszóterekre, és itt még a homokozóknak a tisztántartása is ugye ANTS előírás szerint történik, tehát a folyamatos egy évben ez a homokcsere, illetve az ütéscsillapító területeknek a talajlazítása is megtörténik. Azért a tisztaságnak a megtartása, megteremtése az mindig egy kétoldalú feladat, nem? Tehát egyrészt vannak önök, az önök szakemberei, akik igyekeznek ezért tenni, és vannak a lakosok, akiknek pedig igyekezni kell nem eldobálni a szemetet. Itt is tapasztaltak valamilyen fajta előrelépést ezen a területen? Ez egy nehéz kérdés. Én erre azt tudom mondani, hogy mindenképpen van előrelépés, tehát úgy gondolom, hogy javult ezen a téren is a helyzet, viszont ahogy bővül a város, illetve növekszik, illetve itt a határmenti átmenő forgalom miatt, amiről mindenki tud és látja, hogy pénteken milyen forgalom halad át az elkerülő úton, ez óhatatlan feladatot generál, és ez óhatatlanul terhet ró a holding munkatársaira. Igazgató úr, nagyon szépen köszönjük, hogy itt volt, és jó munkát kívánunk önöknek, és sikeres munkát a következő időszakra. Köszönöm szépen. Önöknek pedig köszönjük a figyelmet, nézzék ezután is a Sopron TV-t. Viszontlátásra!